Ki a vallás alapító? A vallás alapítót Jézus Krisztusnak nevezzük. Nevezik Názáret Jézusnak is. Ez arra utal, hogy Názáret városából származott. Ott kezdte tulajdonképpen tanításait, és gyakorlatilag a későbbi hozzátett görög elnevezés, hogy Krisztus, az arra a zsidó kifejezésnek a fordítása, vagy arra utal, hogy ő a messiás, ő a megváltó. Tehát a zsidó messiás várásnak az eredményeképpen megjelenik egy személy Palesztinában, aki tulajdonképpen történeti értelemben ezt a messiás fogalmat megvalósítja. Az ő életét honnan ismerjük meg? Hát a Biblia másik fele, nagyobbik fele, ugye az Ószövetség, kisebbik fele az Újszövetség. Az Újszövetség történeteiből ismerjük az életét, az úgynevezett evangéliumokból. Négy evangélista, Máté, Márk, Lukács és János írta le tulajdonképpen Jézus tanításait, Jézus életét, és hívei és a keresztények szerint ő volt az a ígért megváltó, az ígért messiás, aki eljött a világba, és a szabadítást elhozta a benne hívők számára.